Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás itt a Game Show Channel csatornánkon. A Kutyuskám című sorozatunk következő epizódjához érkeztünk el, ha minden igaz, akkor a 18. epizód. És a téli táj 10-es pályáján vagyunk. Ez fog következni. Itt is van egy titok, ezt meg kell szereznünk. Hoppá! Van egy új lény, ami mindenfelé tud mászni. Ez ilyen rákszerűség. Ez cuki lesz. És tudjuk ölni. Ma gondolom a pirosat nem fogjuk tudni ölni. Itt van egy titok, azt már látom. Megkedjük a piroskát. Várjál, ennyit tudunk ugrani? Nem. Itt a titok. Jó, ennyi. Nyertünk egy kis aranyat. És jönni fog erre fele. Gyert. Ott van. Várjuk. Szép. Jaj. Azaz. Azt. Kicsoda ugrás kombó volt ez itt. Látom, hogy mit lehet itt ebből csinálni. Na, jó, oda, mit csodák vannak itt. Pirosat nem tudod megölni. Ezt viszont tudod. És akkor ez körbe-körbe fog mászni. Ezt kiássuk. Nagyon-nagyon sok minden van, csak ezt elcsináltuk. De talán így még menthető, felmenni viszont már nem fogunk tudni. Azonban lefele még nem látom, hogy mi van. Tehát itt az még lefelé lesz itt egy kihívás, hogy van lent. Most akkor a futás lesz, ahogy gyakorlatilag a semmi. Ez ilyen csapda jellegű. Aha, ide kell eljönned. Aha, most van a baj. Mert nem tudsz visszamenni. Szerencsére még ezt a szintet megépítettem, úgy ahogy kell. Ide közel volt. Jaj, lehetőleg jobbkor jöttél. És ilyenkor azt hiszem le is mész egyébként ezzel. Az erővel, így is van. Ezzel is kell kalkulálnom, hogy ő jön. Most csinálja ezt az utat. Tökéletes. Van kavics bőven. Most lesz a kihívás, mert most ez az most itt jó a kavics alatt átmegy. Uff, az közel volt. Most van a baj, mert hogy ezt nem tudom enélkül csinálni. Á, értem, mit kell csinálnom. Jaj, futunk. Jó. Ezzel azt csináltuk, hogy őt lezártuk arra a részre. Egyelőre még a titkot nem találtuk meg. Gyerünk egy golyóbist. Ugye engedjük a többit, csak először elengedjük ezt a rákot.
azt kéne megtalálnunk, hogy hogyan lesz abból bejárat. Áú, ez sajnos elkap így. Azt hittem, hogy nem fog. Na, akkor először szerezzük meg őt. Ezt nem kéne lerombolni, az a baj. Először akkor itt ezt a fönti járatot meg kell megnéznünk. Ja igen, itt van az ugrálgatós. Tökéletes időzítés. Megint. Gyors. Jaj, az viszont... Uff. Közel volt. Megvan. Jó, még ezt nem tudjuk megszerezni addig, amíg nem csináljuk meg itt a fönti adatunkat, ezt az átugrálásost. Már még elérjük. És ezzel nagyobb a baj, hogy innentől retráj. Ezt nem lehetett már megszerezni így. Vigyázzunk, hogy ne vigyen el a kapzsiság. Mert most még nem azt kell. Nem jössz, rák? Na, ez a legrosszabb, ha megint. Hát itt igen, mennek itt a bénázások, azért azt ki kell mondanom. Szemről. Ez még rövid lett. Mindig nem találtuk meg a titkot, ez a nagyobb baj. Lehet, hogy itt belül lesz egyébként. Aha! És itt kell kijutni. Akkor ide is, akkor lehet, hogy ide most kellett lejönni. Ez volt a lényeg. Akkor igazából az a legnagyobb baj, hogy most ugye újra kell csinálni, mert a fölsőt azt nem tudjuk megszerezni most, úgyhogy akkor lehet, hogy az lesz, hogy én most megszerzek mindent, amit tudok. Tehát ami még maradt, akkor azt összeszedjük. Ide-vissza fogunk tudni jönni. Fönt itt már nem fogjuk tudni összeszedni, úgyhogy ezért ássuk itt a lentit. Itt volt valami a fejemben, amit nem szabad elkövetni, mint hiba. Igen, hogy fogunk innen visszajutni, ez volt az.
Talán nincs baj. De van baj. Illetve nincs baj. Csak kérdés, hogy mikor érkezik. Ez az pont időben. És akkor ezt már csak itt össze kell szedni, ezeket a aranyokat, ezt tudjuk már csak itt tenni, és közben figyelni azt, hogy ő hol mozog. Az nem lesz jó. Igen. Éreztem, már baj lesz. Most az agyam előrébb volt, mint a szívem, mondjuk így. Viszont így megvan a lehetőség, hogy egy körbe összeszedjünk mindent. Fú, az nagyon necces volt a harmadik. Lehető legjobb helyen maradt az a piroska. Egyel kevesebben nem fél. Még azt ki kell találnom, hogy hogy jutok oda föl. Ezt látom egyetlen megoldásként. Aha, így lesz a jó. Az, hogy be kell ásnunk magunkat ide. De közel volt. Őt kell kiásni. És akkor most jön a nehezebb rész. Igen, itt most meg kellett várnunk, hogy ő elmenjen. Itt körültekintően ásni, meg úgy csinálni, hogy lehetőleg ő ne szúrjon meg. Ezek csak nehezítésképpen vannak itt ezek a folyók. És most egy jó nagyot kell futni. És már csak egyetlen feladatunk van kijutni, ami igazából könnyű. És megvan minden. Jipi! Egy körben sikerült minden megcsinálni az én. Volt itt pár életem. Na, ez is megvan. És még van időnk belekezdeni. Következőbe. Ezzel fölül jön a 11-es szint, amiről azt írja, hogy már megvan nekem a fogsor. Egyrészt megcsináljuk előre látóan a két utat. Az a baj, hogy ez az út ez ideig fog tartani. Igen, tehát itt már fölfele nem fogunk tudni menni, de lehet, hogy ez igazából nem is lesz gond. Hú, ez nagyon jó kor. Ez pont a legjobb időpontban ástuk meg.
és a legjobb időpontban kreálta át magát. Viszont ölni is fogjuk szerintem. Kezdjük őket ölögetni. Au! Pont jött, és már nem tudtam megjavítani a gondot. Egy ölés. Azaz, az nekem nagyon tetszett, hogy pont kijöttél. Szerintem ott középen őriznek valamit, és az lehet az egyik ilyen titok. Ajaj, ez itt káosz. Csak így tudtam megmenekülni. Hopp, ott van valami. Értem, csak ezt innentől kezdve ez inkább. Lehet, hogy nem. Ide be kell másznunk. Lehet, hogy az ugrágatásokkal még ez meg lehet. Ouch. Igen, ezzel jobban jártunk, most mondjuk így. Föld már nem tudunk mit kezdeni, ez fontos. Inkább öljük. Oh, na ez volt az, amikor a legrosszabbkor ástad azt ki. Ezek szerint itt két olyan időpont van, amikor ezt itt nem máshatod ki jól. Most zsinórban megtaláltuk ezt a két időpontot. Viszont függőlegesen is ölheted. Várjál? Ezzel így könnyebb egyébként. Szerint inkább azt mondom, hogy megvárom, amíg hát... Viszi azt az egy körét, így van. Így. Köszönjük szépen. Játékban való együttműködésedet. Á, ott is van egy arany. Ezt nem szereztük volna meg. Jaj. Jó, mentettünk. Most nézzük meg, hogy erre mi van, hogyha itt leássunk. Ja, tudom. Itt lehet megoldani, így lehet megoldani úgy, hogy... Jó van, de... Hogy fogsz oda átmenni? Hát nem így. Ez már azért elgondolkodtat rendesen.
Tökéletes időzítés. Ez meg pont úgy. Ez meg úgy volt, hogy számítottam rá. Vissza is tudjál jönni, mert szerintem kelleni fog az, hogy vissza is gyere a magasba. Már azt a golyóbist valahogy meg kell szerezned. Nagyon közel volt. Maradj úgy. Tudom, mi lesz. Így kell megcsinálni. Ó, és erre nem jöttem rá, pedig volt egy ehhez hasonló másik, másik ilyen jellegű. Csak ezt miért nyitottuk ki? Ja, mert itt volt szerintem, itt lett volna a csont. Ott a titok. Igen ám, csak ez a titok, ez hogy nyílik? Lehet, hogy nem kellett volna megölni. Jó, hát akkor kimegyünk. Nem tudunk sajnos mit tenni. Ezt akkor kellett volna kiölni, gölni, amikor éppen ugrásba vagyunk. Úgyhogy sajnos itt nem lett meg a titok, viszont akkor még egyszer megpróbáljuk. Hoppá! Ez az a piramis, amiről beszélt Helga. Na. És most igen. És meg kell találnunk a testvéreit. Kaptunk még akkor egy mellékküldetést. Ezt akartam. Na. Akkor még egyszer. Igazából ez a lenti rész az arra jó, hogy kicsit ezeket a lényeket még jobban megismerjük. Igazából most már ezek nem fognak nekem kelleni, úgyhogy át is ugrom. Ez az... Kettős ugrással megoldottuk. Ezt is összeszedtük. És igazából ő már nekem nem is kell. Azon gondolkodom. Inkább kinyitom. Vesztek semmit, hogyha ezt kinyitom. De közel volt. Nem volt elég. Szerintem ott fölül van a bejárat.
az akkori trájmel nem csináltunk semmit. És mi van, ha oda visszünk egy golyót? Ezzel gondolkodom még. Ha ezt a golyót elvisszük oda. Egy fokkal könnyebb lesz. Szerintem meg lehet oldani így akkor. Aha, erről van szó. Így van. Mindjárt nem csak ő kell. Illetve mindjárt nem az van, hogy ő kell. Jó, szép munka, és pont adásidő végére sikerült ezt a párát meg is csinálni. És kaptunk egy fákjét. És akkor most már mehetünk a 12-eshez, viszont ezt már csak a következő adásban fogom megkezdeni, úgyhogy innen folytatjuk a következő alkalommal. Addig is, sziasztok!